Az orosz-magyar barátságot erősíthette, de a háborút nem befolyásolta jelentősen az, hogy Magyarország vétója miatt csak 2 hónappal később szavazta meg az Európai Unió az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélycsomagot, jelentette ki híradónknak a biztonságpolitikai szakértő. A Nemzeti Stratégiai Egyetem munkatársa pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukránok hadianyag ellátási problémája tavaszra kritikus helyzetet teremthet a fronton. Volodymyr Zelenszkij és Orbán Viktor decemberben az argentin elnök beiktatásán találkozott utoljára. Arról, hogy a két kormányfő hamarosan tárgyalóasztalhoz ül, egy éve reppentek fel a hírek. Szijjártó Péter jelezte, hogy Orbán Viktor nyitott a találkozóra, de a múlt héten már azt mondta, a legfelső szintű találkozónak akkor van értelme, ha új korszakba tudja léptetni a két ország kapcsolatát. Na most ehhez még nekünk nagyon sokat kell dolgoznunk az ukrán kollégákkal, hogy eljussunk ide. Hosszú az út odáig, hogy felső szintű találkozóra kerüljön sor, de mi készen állunk ezen közös munka elvégzésére. Híradónk megkérdezte a külügyminisztériumot, hogy mikor kerülhet sor a kormányfői tárgyalásra. Válaszukban Szijjártó Péter szavait ismételték meg. Közben az unió tagállamai egyhangulag megszavazták az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélycsomagot. Ezúttal Magyarország sem vétózott. Mi a béke oldalán vagyunk. Ez az 50 milliárd, amiről most beszélünk, ez nem fegyverre megy. Tehát ez nem egy fegyveres támogatásnak a pénzügyi alapja, hanem ez arra megy, hogy a csődbe jutott ukrán állam ne omoljon össze. Az, hogy Magyarország vétója miatt 2 hónapot késett az ukrán uniós segélycsomag, nem befolyásolta a háborús eseményeket a biztonságpolitikai szakértő szerint. A háborús helyzeten nem változtat, mert a szándékok azok továbbra is megvannak, de mondjuk egy orosz-magyar barátság szempontjából azért az oroszok ezeket a lépéseket díjazzák. Na most nyugaton meg nem díjazzák, és azért történt az, ami történt a múlt héten, amikor kerekperezt megmondták a magyar miniszterelnöknek, hogy miért tartsa magát. Bár a nyugat igyekszik minél több lőszert szállítani Ukrajnába, az amerikai fegyveres támogatás csökken. Ez Csiki Varga Tamás szerint tavaszra komoly ellátási problémákhoz vezethet, miközben az oroszok szüntelenül támadják a teljes frontszakaszt. A nagy áttörést, illetve helyi eredményeket sem sikerült még eddig elérni, viszont ezzel igyekeznek túlfeszíteni az ukrán kapacitásokat, és ami gyakorlati problémaként napi szinten megjelenik, az az, hogy az oroszok tüzérségi fölénye az akár 5-6-szoros is helyi szinten, tehát vannak ellátási problémák az ukrán hadianyagok szempontjából. Többek között ezért is kritikus évet prognosztizál a szakértő az ukrán védelemnek.